mai napon a jubileumi 10. vajdasági vágtárt tartjuk itt meg Szabadkai lóversenypályán, és hát igyekeztünk az első évtől kezdve magasra tenni a mércét. Először Zobnaticán, aztán 7 év után minden átjöttünk ide Szabadkára, nagy örömmel fogadtak a helyiek bennünket, és hát nagyon jól érezzük itt magunkat. Időközben 3 évvel ezelőtt kibővítettük a kísérőprogramot egy ilyen főzőversennyel is, aminek a tanúi lehetünk ebben a pillanatban is, úgyhogy nagyon népszerű lett ez az esemény, igazi közösségi eseményé nőtte ki magát a vajdasági vágta, úgyhogy mindenki egész évben készül erre, hogy majd itt találkozunk, főzünk egy jót versenyezünk, és hát mi ez, hanem egy boldogság a szervezőnek. Immár 10. alkalommal veszek részt a vajdasági vágtán, büszkén mondhatom ezt, tehát természetesen a magyarságunkat tehát fejezzük ki, és ez nagy megtiszteltetés, hogy a helységet végtél, és én legtöbbször Kishegyest képviselem, és vajdaságot. Mostan a 10. vágtára nagyobbak lettek az igények, sokkal komolyabb lovasok vannak, és nehezebb lovagolni, részt venni, tehát most is egy komoly döntő elé nézünk, bízok a jó szereplésben. Ideges volt nagyon a lovam, ugye, mégiscsak, hát ő egy tényleg profi versenylónak mondhatjuk, mert ugye már harmadjára indul a vajdasági vágtán, és ilyenkor már nagyon beidegesedik, hogy mikor kell menni, mikor lesz már a start, és ugye eléggé megszenvedtem vele, de hát sikerült. Életem 3 legszebb napja a Budapest, ugye tavaly tényleg az az élmény, meg az a közeg, az az egész társaság olyan, mint egy nagy család, és nagyon várom, hogy megint menjünk. Tele volt izgalommal, főleg mert én az előfutamban ültem először a lovon, úgyhogy ismeretlenek voltunk egymásnak. Igazából úgy mondanám, hogy az előfutam az egy próbafutam volt, és nem is ment minden flottul, mert a startnál kiesett a kengyelből a lábam, szerencsére gyorsan megtaláltam, de hát éreztem, hogy a lóban milyen erő van, és igazából a döntőben meg én úgy éreztem, hogy jobban figyel rám a ló, és ez miatt a start is sokkal jobban sikerült. Nem volt probléma a lónak utána már még gyorsítani, úgyhogy igazából egy nagyon nagy élmény volt ezt a lovat lovagolni. És még nagyobb lesz a vágtán majd a Hősök terén, úgyhogy várom nagyon.